világon 300 helyről jelentették, hogy megjelent Szűz Mária, de ezek közül a Szentszék csak 4-et ismer el hivatalosan. Ezek a franciaországi Lourdes, a belga Bánnő és Boreng, és a portugál Fatima. Franciaország leglátogatottabb idegenforgalmi nevezetessége a sok ide látogató zarándok miatt Lourdes várkastélya. Elsőnek a polgári városrészt járjuk be, ahol lélekromboló látvány, a sok gicses portéka és az a tudat, hogy ezekre van igény, van vevő. A műanyagkannák a csodatevő forrásvíz hazaszállítására szolgálnak. A Gáv vize hajtotta a Szubiru család malmát. Szubiru Bernadett szüleinek első háza, amelyben tönkrement a Molnár család, és nincs telenségünkben, ezt követően kényszerültek az egyszobás, volt városi börtönbe költözni. A szépen helyreállított házban ma múzeum várja az érdeklődőket. Lourdes 1858-ban. Bernadették háza csődjük idején, és a helyreállítást követően. A szoba és az ágy, melyben Bernadett született. Öröm számunkra a magyar nyelvű ismertető, mely bizonyság egyben arra, hogy hazánk fiai sűrűn járnak ide. Bernadett 1858-ban 14 éves, és még nem tud írni, olvasni, mivel dolgoznia kell. Ebben az időben Franciaországban a gyermekeknek mintegy 50%-a élt ilyen körülmények között. Bernadett azt mondta, a szűzanya azért választott engem, mert én voltam a legszegényebb és legtudatlanabb Lourdesban. Miután a bulimalom tönkre megy, el kellett hagyniuk a családi házat, ahol Bernadett 1855-ig rendezett körülmények között élt. A család lassan nyomorba süllyedt, munkanélküliség, elszegényedés, nincstelenség lett részük. Már senki sem akar tudni róluk. A Szubiru család utolsó mencsvára a régi tömlöc, a kasó, nyomorult, egészségtelen, sötét odú. Bernadett édesanyja. Édesapja. Édesanyja Louise és Bernadett. A régi malomházból átsétálunk a volt városi tömlöchöz, a kasóhoz, ahol a jelenések idején élt a Szubiru család. Itt azt mondják, mindig sorba kell állni, hogy bejuthasson az ember a parányi szobácskába, mely tényleg sötét, barátságtalan. Itt is van magyar nyelvű információ. Ez a helyiség volt régen a város fogdája.
a Szubiru család itt talált menedéket 1857 őszétől 58 végéig, pontosan a jelenések idején. A helyiség berendezése mindössze egy asztal, néhány szék, egy láda a ruháknak és két ágy. Egyik jobbra a bejárat mellett, a másik ugyanezen az oldalon, a nyitott tűzhely közelében. A család 7 tagú, az édesapa Ferenc, felesége Luisa és 4 gyermek, Bernadett 14 éves, Antónia 11 éves, János Mária 7 éves és Justin 3 éves. 1858. február 11-én ebből a börtönlakásból indult el Bernadett húgával és egy barátnőjükkel, hogy Massabielle környékén fát gyűjtsenek. Ezen a napon jelent meg először a szűzanya Bernadettnek. Megkérdezhetjük, Isten miért éppen egy tönkrement Lordi Molnár írástudatlan gyermekét választotta ki? Mit akar Isten számunkra mondani azzal, hogy egy szegény és kitaszított kislány közvetíti Szűz Mária bemutatkozását? Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Ami a világ szemében ostobaság, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. A tömlőc bejárata régen. Bernadett. Bernadett rózsafűzére. A fogda nyitott tűzhelye. Induljunk el a Gáv folyó partján emelkedő Massabielle, azaz fehér szikla oldalában lévő jelenések színhelyéül szolgáló barlanghoz. A kinyilatkoztatás barlangja fölé épült szentély és templom, ami már messziről látszik. A felszított zarándok lelkület úgy szomjuhozza a szűzanya jelenések helyét látni, mint ez a madárka a vizet. A kis Bernadettnek e barlangban jelent meg Szűz Mária 1858. február 11-én, és ezt követően még 18 alkalommal. A szűzanya szobrának talapzatán levő felirat az utolsó jelenésekor mondott nyilatkozata. Que soy era Immaculada Concepción. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Február 24-én a 9. jelenés alkalmával fakasztotta a szűzanya ezt a gyógyvízű, híres forrást. Mikor a hajnalban forgattunk, amikor még nincs tömeg, mert különben szinte állandóan hosszú sorokban várják a zarándokok, hogy megérinthessék vagy megcsókolhassák a barlang sziklafalát, azt a helyet, amelyet a szűzanya a kis Bernadettel való találkozása színhelyéül választott. Tábla jelöli azt a helyet, ahol II. János Pál pápa imádkozott itt jártakor. A pápa itt fogalmazta meg. Szűz Mária, aki bűn nélkül való, a bűnösök segítségére siet. A szenvedés mindig valóság, olyan, aminek 1000 arca van. A hála és fogadalmi gyertyák mindig égnek, soha ki nem alszanak, folyamatosan hálafénnyel világítják meg a kinyilatkoztatás barlangját. A barlangban feltört csodás forrás vizét ide is kivezették a zarándokok számára. A mozgásképtelen betegek megmártózhatnak a speciálisan erre a célra épített vízmedencékben, az úgynevezett fürdőházban, ahol forgatni nem engedtek érthető okok miatt. A 13. jelenés alkalmával azt mondta Bernadettnek a szűzanya, mondd meg a papoknak, hogy építsenek itt egy kápolnát.
A kérés tett követte, mert a pápai bizottság 1862-ben nyilatkozatban tette közzé, hogy az itteni kinyilatkoztatások a hitelesség minden jelét magukon viselik. A barlang felett három szinten három templom épült egymás felett. Az első körmenetet Lourdesból a grottához 1862. április 4-én tartották. Elsőnek a felső templomot nézzük meg, melynek éke az oltár két oldalán levő Krisztus és Szűz Mária szobrok. A hálaadó és köszönet táblái mind-mind a beteljesülés bizonyítékai. Az ablakok üvegfestményei is a jelenéseket ábrázolják. A középső templom bejáratát balról és jobbról díszítő püspök és Szent Péter szobrok. Az elsőnek megépített kis kápolnához hosszú folyosón jut be az ember. Az oltár díszítő szűzanya szobra a kis Jézussal és a mögötte levő sugaras díszítés a csíksomlyói Madonnát juttatja eszembe. A Szent József szobor előtti erekjetartó Szent Bernadett erekjéit őrzi. A legalsó szinten van a Szent Bernadett bazilika, mely 5000 ember befogadására képes, és 1866-ban szentelték fel. Azon a helyen épült, ahol a kis Bernadett Szűz Mária legutolsó jelenésekor imádkozott, mert a grottát az akkori rendőrség, mint okkult és illegális helyet lezáratta.
Míg a bazilika szépséges fő- és mellékoltárai díszítő mozaik képeket szemléljük, elmondom, hogy az első, az egyház által is elismert csodás gyógyulás már a 13. jelenés idején megtörtént. Amikor is Katrin Latapi béna karja visszanyerte mozgását, miután megmerítette a grotta mélyéről feltörő forrás vizében. Az 1864. április 4-én megtartott első körmenet folytatásaként manapság minden nap, későd délután nagyszabású, ezreket megmozgató körmeneteket tartanak esőben, hóban, izzasztó melegben az itt látható téren. A körmenet a Szent Bernadett Bazilika elől indul és tér ide-vissza. Ha ünnepi körmenet van, mint most is, akkor a tér jobb oldalán lévő lejárón a föld alatti bazilikában fejeződik be. Kérdeztük, hogy itt mindig ennyi a zarándok? Mondták, hogy igen, minden nap. Évente átlagosan 3 millió zarándok fordul itt meg. A jelenés 100. évfordulóján 7 millió ember zarándokolt Lourdesba. Képek egy szerdai körmenetről, kommentár nélkül.
A föld alatti bazilikát 1958-ban szentelték fel, és több mint 20 000 ember tud befogadni egyszerre. Tervezője, mondanom sem kell, hogy egy magyar származású építész, vágó, valamint Le Donné és Pinzárd voltak. Open back.
Ez a körmenet szintén egy hétköznapon volt. Ha a föld alatti bazilikába nem torkollik a menet, akkor látványos, fáklyás, gyertyás a felvonulás. Lourdes elképzelhetetlen imádkozó emberek ezrei nélkül. A zarándokok sok nyelven beszélnek, csak amikor együtt éneklik az Ave Mariát és a Salve Reginát, akkor egyesülnek egy közös nyelvben, és ilyenkor magasra emelik gyertyáikat, mint ahogy ezt tette a jelenések idején a kis Bernadett. Preghiamo insieme. Buenas noches, peregrinos venidos de las diversas regiones de España, de los países latinoamericanos y Portugal. Session. And so this is a time of prayer. Let us walk with Mary in prayer and in song. Non pas la volonté, mais la tienne. Avec Marie, veillons et prions au milieu des tentations et des épreuves. Primo mistero, l'agonia di Gesù. Padre, en el huerto de los olivos, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Juan María, vigilemos y oremos en las tentaciones y adversidades. The first sorrowful mystery, the agony in the garden. Jesus said, Father, let your will be done, not mine. With Mary, let us watch and pray in the midst of trials and temptation. Erstes schmerzhaftes. Gloriosa Mater Christi, benedicta Christi, benedicta Mater nostra. A szent körzetben elképesztő a fegyelem, az odafigyelés egymásra, és a betegek hite, reménysége a gyógyulásban. Lourdesban az ember igazán átélheti Jézus Krisztus és Szűz Mária jelenlétét. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave. You want to carry it, Jim? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Oh.
amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Maria, vorwa genade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr unter alle Frauen, und gesegnet ist felvonulás feledhetetlen emléke után nézzük meg a nappal már látott helyszíneket esti kivilágításban. Végezetül egy pár gondolat. Mindenkinek csak egy édesanyja van, de egy anyának több gyermeke is lehet. Európa számos népe, különleges pártfogójaként, édesanyjaként tiszteli a boldogságos Szűz Máriát. Szűz Mária, Krisztus anyja, magyarok nagyasszonya, Magyarország királynője iránt érzett tiszteletünk, erősítse bennünk a Krisztus iránti szeretetet. Zarándokutunk, és így filmünk is e gondolatok jegyében készült.